Dühött ukrán férfiak támadták meg a Varsói Ukrán konzulátust. A Telegramot és a TikTokot is komolyan fenyegetik az amerikaiak. Észak-Korea és Sri Lanka Iránnal barátkozik. Ez a hírmix az Ultrahang nemzetközi hír összefoglalója. Szép napot túró hát vagyok. Ha még nem iratkozott fel a csatornánkra, hogy arra kérem, hogy ezt most pótolja. Százak rohamozták meg az ukrán konzulátust Varsóban, adta a Biadomossi. Az ukrán külügyminisztérium által bejelentett döntés, miszerint felfüggesztik a katonai kötelezettség alatti és külföldön tartózkodó állampolgárok számára a konzulátusi szolgáltatásokat, komoly felzúdulást keltett a Valsói Ukrán konzulátuson. Az intézkedés értelmében a férfiak, akik a mozgósításkor határába esnek, mától nem vehették át kész útlevelüket, és nem is igényelhettek újat, vagyis megkapták ugyanaz értesítést arról, hogy kész az új útlevelük, ami várja őket a Valsói konzulátuson, de ott nem adták át nekik a törvényre hivatkozva. A Rada, vagyis az Ukrán parlament által április 11-én elfogadott mozgósítási törvény nem várt fordulata ez, hiszen korábban óriási tömegek által világszerte az ukrán konzulát konzulátusok előtt, hogy még a törvény hatályba lépése előtt szerezhessenek hivatalos iratokat, például új útlevelet a katonakorú ukrán férfiaknak. A törvényt úgy értelmezte mindenki, hogy aki még időben beadta a kérelmét, az elkészült dokumentumokat megkaphatja. Szerdán kiderült, hogy ez nincs így. A Valsói Blue City kereskedelmi központban található ukrán útlevél központnál sok száz fős tömeg gyűlt össze, főleg férfiak, akik az útlevelük átvételére vártak. Sokan közülük hetekkel, sőt hónapokkal korábban adták be a kérelmeiket. Azonban a konzulátus váratlan bejelentése mi szerint – idézem a lengyel lapot – technikai okokból szüneteltetik a szolgáltatásokat, komoly dühöt váltott ki. A helyszínen lévő emberek finoman szóva is hangosan fejezték ki nem tetszésüket, sokan azt kiabálták, hogy manipuláció áldozatai lettek, mivel úgy vélik, a technikai problémák valójában politikai döntések leplezésére szolgálnak, és a cél az, hogy hazakényszerítsék őket, hogy aztán elvihessék őket a frontra. Az egyik dühös férfi azt kiabált, hogy fizetett az útlevérért, és ezért jogot formálhat arra, hogy azt átvehesse. Sokan hasonlóan éreztek, és az igazságtalanságnak érzett helyzet ellen lázadtak. Legalábbis a lengyel sajtó szerint. A helyzet tovább fokozódott, amikor a külügyminisztérium később kiadott egy közleményt, amelyben megmagyarázták, hogy a technikai okot úgy kell értelmezni, hogy az új mobilizációs törvény előírásai miatt szükséges az informatikai rendszerek frissítése, és ez a valódi oka a konzulátusi szolgáltatások felfüggesztésének. Azonban ez nem nyugtatta meg a tömeget, mivel sokan úgy érezték, hogy ez csak további kifogás a kormány részéről, hogy késleltesse a dokumentumok kiadását, és valójában nem fogják nekik már azokat kiadni. A tömegben voltak, akik kifejezetten az útlevelükért utaztak sok száz kilométert, és dühötten szembesültek azzal, hogy a várdokumentumokat nem kaphatják meg. Egy nő könnyek között azt mesélte, hogy nem akarja, hogy a fia visszamenjen Ukrajnába meghalni, és kétségbe esetten kérdezte, hogy hogyan tehetik ezt meg az emberekkel. Egy másik férfi arról beszélt a lengyel lap szerint, hogy barátai Ukrajnában azt mondták neki, hogy a rendszer ott működik, tehát nem érti, miért állítják, hogy technikai okok miatt nem tudják kiadni az útleveleket, ha ugyanez a rendszer Ukrajna működik. A helyzetet bonyolította, hogy sokaknak az útlevelük nem csak a személyazonosság igazolására szolgált, hanem munkavállalási, utazási és más jogi ügyek intézésére is elengedhetetlen volt, hiszen külföldön tartózkodva az útlevél volt az elsődleges hivatalos iratuk. Ennek következtében az emberek nem csak személyes, hanem gazdasági és szociális okokból is különösen kiszolgáltatottak lesznek, ha lejár az útlevelük. A konzulátuson dolgozók közül többen is nyilvánvaló stressz alatt álltak, ahogy próbálták kezelni a helyzetet és megnyugtatni a dühött tömeg. Miközben maguk is frusztráltak voltak, mivel ők is az ukrán állam alkalmazottai és kötve voltak a hivatalos utasításokhoz. A nap végére a helyzet egyre feszültebbé vált, ahol a csalódás, a dű és a tehetetlenség érzése dominált, úgy a lengyel, mint az orosz és az ukrán sajtó szerint is. Ez egyébként egy nagyon ritka együttállása három sajtó esetében. Az Európai Bizottság idézem tudomásul vette az ukrán kormány döntését, mely szerint felfüggeszték a katonai kötelezettség alatti ukrán férfiaknak nyújtott konzulátusi szolgáltatásokat. Az EB belügyi migrációs és belbiztonsági szóvivője, a Heper elmondta, hogy nem kívánják kommentálni az ukrán kormány intézkedését, és nem álmodjukban véleményt nyilvánítani azokról a döntésekről, amelyeket az ukrán kormánynak a konfliktus kontextusában kell meghoznia. Az Európai Bizottság tehát nem kommentálja az ukrán kormány döntését, ami olyan külföldi személyeket érint, akik jelenleg éppen az Európai Unió területén tartózkodnak. Ekközben több ukrán telegramsatornán is megjelent, hogy mostantól új útlevelet katonakorú ukrán férfinak kizárólag Ukrajna területén adnak ki. Kínzások, törvénytelen letartóztatások és cenzúra. Az USA külügyminisztériuma jelentést tett közzé az emberi jogok megsértéséről Ukrajnában, és ez természetesen felkerült a holnapjukra. A jelentésben a következő problémákat sorolják fel az amerikaiak Ukrajna kapcsán. Kínzások és embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés esetei a fogvatartottakkal szemben a rendvédelmi szervek alkalmazottai részéről. Súlyos és életveszélyes börtönviszonyok törvénytelen letartóztatások vagy fogvatartások. Komoly problémák a bírósági hatalom függetlenségével kapcsolatban. Komoly korlátozások a szólás, sajtó és internet szabadság terén, cenzúra és weboldalak blokkalása. Menekültek kényszerű visszaküldése, súlyos korrupció a kormányzatban. Bűncselekmények, amelyek erőszakot vagy erőszakos fenyegetést tartalmaznak fogyatékkal élőkkel, etnikai kisebbségek tagjaival, valamint leszbikusokkal, melegekkel, biszexuálisokkal, transzteműekkel vagy interszexuálisokkal szemben. A legrosszabb formájú gyermekmunka létezése. A demokratikus szabadságjogok korlátozása beleértve a mozgásszabadságot, a békés gyülekezéshez való jogot és a jogi védelemhez való jogot. A jelentés hangsúlyozza, hogy az ukrán kormány gyakran nem tett megfelelő lépéseket a visszaélések elkövetésével gyanúsított tisztségviselők azonosítására és megbüntetésére. A jelentés a 2023-as állapotokról szól. Pavel Durov, a Telegram alapítója bejelentette, hogy az Apple követelésére korlátozni kénytelen a nem kormánypárti hírekkel és orosz propagandával foglalkozó csatornák elérhetőségét az ukrán szintkártyával rendelkező iPhone felhasználók számára a Telegramon. A pontosan érintett csatornákról nincsenek részletek, de a blokkolás várhatóan hamarosan megtörténik. Turov hangsúlyozta, hogy ők csatornákat továbbra sem távolítanak el a Telegramról, így továbbra is hozzáférhetők maradnak a Telegram számítógépes verziójában webes felületén, vagy androidos telefonon és tableten keresztül, viszont az amerikai Apple óriási nyomást helyezett rá is a Telegramra, amitől nem tud kitérni. Az Apple állítása szerint közölte vele, hogy ha a Telegram nem tesz eleget a követelésüknek, akkor eltávolítják az alkalmazást az App Store-ból, és mivel az Apple eszközökre nem lehet csak úgy külső forrásból appokat telepíteni, mint az androidos eszközökre, konkrétan ellehetetlenítik az Apple termékeken a Telegramot. Dörov maga nem támogatja a csatornák korlátozását, mert hisz a szólásszabadságban, de kénytelen volt engedelmeskedni az Apple követeléseinek, hogy elkerüljék az alkalmazás eltávolítását az App Store-ból. Ugyanakkor, mivel számára fontos a szólásszabadság és a szabad internet, egyetlen dolgot tehetett, mégpedig azt, hogy a világ közvéleménye előtt elmondta, hogy milyen utasítást kapott az Apple-től. A tiltás eredményeként azok a Telegram felhasználók, akik ukrán telefonszámmal regisztráltak a Telegramra, hamarosan csak ukrán kormánypárti híreket olvashatnak. Az amerikai Apple Emirátusi Telegramot ért fenyegetése mellett egy nagyon konkrét bannolás is bekövetkezhet, mégpedig a kínai cégzöké. A szenátus elfogadta az Egyesült Államokban azt a törvényt, amely arról szól, hogy ha a TikTok kínai tulajdonosa, a Biden's nem adja el a TikTokot, akkor be fogják tiltani azt. A hírmix készítésével egy időben kerül sor Joe Biden amerikai elnök aláírására a törvényem. Bár korábban a törvényel nem akartak foglalkozni a képviselők, a jogszabály most része volt egy szélesebb körű csomagnak, amely sok milliárd dollárnyi külföldi támogatást nyújt Ukrajnának, Izraelnek és más amerikai szövetségeseknek. A cégtak tulajdonosának a törvény szerint 9 hónapja és utána még legfeljebb 90 napja, tehát összesen egy éve van arra, hogy vevőt találjon, különben betiltják azt. A cégtak vezetése kifejezte csalódottságát a törvénye kapcsolatban és alkotmányellenesnek nevezte azt. Michael Beckerman, a TikTok amerikai közpolitikai igazgatója szerint a törvénytervezet sérti az amerikai felhasználók első módosítás alatti szólásszabadságát, és káros hatással lesz 7 millió amerikai vállalkozásra, valamint az évi 24 milliárd dollár gazdasági hozzájárulást generáló platformra. Bakeman bejelentette, hogy a cég jogi lépéseket fog tenni a törvény ellen, amint az aláírásra kerül. Néhány órával a törvény elfogadása után már arról cikkeztek az amerikai sajtóban, hogy olyan amerikai technológiai óriások, mint például a Microsoft vagy az Oracle szívesen megvennék a TikTokat. A kínai sajtóban például a Gwangjin azt írták, hogy a TikTok amerikai képviselői ismételten hangsúlyozták, hogy az applikáció nem osztja meg az amerikai felhasználók adatait Kínával, és az Egyesült Államokban több mint 7 millió vállalkozást támaszkodik a platformra. A TikTok képviselői szerint a legjobb védelem az amerikai fogyasztók számára egy átfogó szövetségi adatvédelmi törvény lenne, amely minden vállalatot magában foglal, nem csak őket. A törvényen kapcsolatban fontos kérdés, hogy a tiltást. Technikailag hogyan kell elképzelni? Ha arról is szó van, hogy a két amerikai ábbot a Google Play Store és az Apple App Store nem kínálhatja letöltése azt, akkor valójában nem csak Amerikában lehetetlenítik el azt, hanem az egész nyugati világban is, mivel a felhasználók többsége ezeket az boltokat használja és nem ismeri a további lehetőségeket, vagyis a szokásait alig ha fogja megváltoztatni azért, hogy rájöjjön, hogyan lehet letölteni valamit a két nagy bolt megkerülésével. Kim Jong-un Kim Jong Huga, a Koreai Munkáspárt közösség és információs osztályának helyettes vezetője kijelentette, hogy országa folytatja a katonai erőfejlesztését a szuverenitás és a regionális békevédelmében. Kim Jong szerint az amerikai és dél-koreai hadseregek által végrehajtott katonai gyakorlatok, amelyek között tűzgyakorlatok is voltak, az idézem, dél-koreai bábkormány katonai banditáival veszélyes zűrzavart okoznak a térség biztonsági helyzetében. Észak-Korea ezeket a gyakorlatokat az ellenük irányuló nukleáris háború előkészítéseként értékeli, meg Washington is Szöul azt állítja, hogy a gyakorlatok védelmi jellegűek és rendszeresen zajlanak a készenléti állapot fenntartása érdekében. Az Észak-Koreai Állami Hírügynökség szerint Kim Jong-un hangsúlyozta, hogy Észak-Korea folytatja az idézem legyőzhetetlen és legnagyobb katonai erő kiépítését hogy megvédje szuverenitását és a térségi békét. Emellett a hír szerint Észak-Korea április 22-én az első olyan gyakorlatokat is lefolytatta, amelyek a nukleáris ellencsapás szimulálását foglalták magában, aféle figyelmeztetésként az ellenség számára. Ezek a gyakorlatok a nukleáris fegyverek kezelési rendszerét is bemutatták, ami azt jelzi, hogy ez egy kombinált irányítási rendszer az ország nukleáris fegyverei számára. Mindezek fényében Észak-Korea azzal fenyegetőzik, hogy ha a jelenlegi amerikai-dél-koreai közös légierő gyakorlat, amely április 12-től 26-ig tart, provokálja őket, válaszlépéseket fognak tenni. Az ország januárban már tesztelt egy víz alatti nukleáris fegyverrendszert, válaszol az amerikai, dél-koreai és japán haditengerészeti gyakorlatokra, amelyekben egy amerikai nukleáris meghajtású repülőgép hajó is részt vett, és amelyek Észak-Korea szerint komoly fenyegetést jelentenek a biztonságára. Érdekesség, de az észak-koreai hírügynökség hírét olyan hírodalak is átvették, mint szingapúri, táj vagy éppen indiai felületek, vagy éppen az orosz Rianovosti és a Hezbollahhoz közeli libanoni Almayedin. Észak-Korea egy gazdasági delegációt küldött Iránba, ami ritka esemény, és a dél-koreai sajtó szerint fegyverprogramokkal kapcsolatos együttműködés gyanúját veti fel a két ország között. A delegációt Jung Jung Ho, a külkereskedelmi miniszter vezeti, és a koreai központi hírügynökség szerint a csoport még kedden indult el Fennyámból. A látogatás ritkaságát mutatja, hogy legutóbb 2019-ben látogatott magasrangú észak-koreai tisztviselő Iránba. Észak-Korea és Irán 1973 óta diplomáciai kapcsolatokat ápolnak, és ismert, hogy szoros kapcsolatokat tartanak fenn, miközben nemzetközi szankciók alatt állnak fegyverprogramjaik miatt. A két országról gyakran azt mondogatják a szakértők, hogy rakétarészek és technológia cseréjével foglalatoskodtak, különösen az 1980 és 88 közötti Irán-Irak háború idején. A látogatás arra is utalhat, hogy Észak-Korea mélyíteni kívánja katonai kapcsolatait Iránnal, különösen Oroszország és Ukrajna konfliktusának kontextusában. Észak-Korea és Irán pedig ismert fegyverszállítói Oroszországnak. A dél-koreai lapok szerint az utóbbi időben felmerült az a spekuláció is, hogy Észak-Korea katonai technológiája használatos lehetett az iráni rakétatámadásokban Izrael ellen tekintettel a két ország közötti szoros katonai együttműködésre. A 2006-os évben az iráni forradalmi a főparancsnoka nyilvánosan elismerte, hogy az ország a Scott B és Scott C rakétákat szerzett Észak-Koreától a háború alatt, de már nem szorul fenyel segítségére. Egy 2019-es amerikai védelmi hírszerzési jelentés szerint Irán Shahab 3 balisztikus rakétái Észak-Korea Rodong rakétáin alapultak. Szakértők szerint Észak-Korea segítséget kérhet Irántól a szilárd hajtóanyagú rakéta technológia, például a hiperszonikus robbanó fejjel látott balisztikus rakéta terén. Dél-Korea védelmi minisztere Shin won szerint Észak-Korea 2023. júliusa óta kb. 6700 konténerben szállított lőszereket Oroszországnak, élelmiszer és egyéb szükségletek fejében. Irán is gyanúsított a délkorai sajtó szerint, hogy drónokat szolgáltatott Oroszországnak. Kiev szerint Oroszország körülbelül 3700 iráni gyártmányú sáhít támadó drónt indított Ukrajna ellen az elmúlt év végéig. Irán és Sri Lanka öt együttműködési megállapodást írt alá különböző területeken, köztük a kultúra, filmi, turizmus és tudományos technológiai ágazatokban. Az egyezményeket a két ország vezetői, Ebrahim Raisi iráni elnök és Ranil Vikramasinghe Sri Lankai elnök jelenlétében írták alá, ugyanis az iráni elnök, ahogyan arról akkori hírmixünkben beszámoltunk elő, Pakisztánban tett egy háromnapos látogatást, most pedig az Indiától délre fekvő Szigetországban, Sri Lankában vendégeskedik. Az együttműködésű dokumentumok aláírásával egy időben Raisi elnök részt vett az Uma olyan több célű projekt megnyitó ünnepségén, amely Sri Lankában található és iráni vállalkozók által lett megépítve. A projekt magában foglal két gátat, egy 28 km hosszú vízátvezető alagutat és egy 120 megawatt teljesítményű földalatti erőművet. A beruházás célja évi 290 gigawatt-tóra elektromosság előállítása és mintegy 6000 hektár mezőgazdasági terület öntözésének javítása. A projekt finanszírozása eredetileg iráni forrásokból történt, de a nyugati szankciók miatt Irán 2013-ban nem tudta folytatni a finanszírozás technikai okokból. Így a lankai kormány saját forrásokból fejezte be a beruházást, de ugyanazt az iráni kivitelezőt megtartva, és annak idején a lankai kormány kifejezetten hangosan kommunikálta is ezt, hogy csak azért és az irániakkal fogják megépíteni a projektet. Az iráni elnök látogatása során további tárgyalásokat is terveznek a két ország között, amelyek során több megállapodást és a két oldalú kapcsolatok további mélyítését tervezik. A sílankai külügyminiszter Ali Sabri kijelentette, hogy országa kész az iráni szakértők által végzett gazdasági projektek megvalósítására, figyelembe véve Irán ipari és gazdasági képességeit. Ez volt a Hírmix, az Ultrahang Plus nemzetközi hír összefoglalója. Ha tetszett, akkor arra kérem, hogy nyomjon egy lájkot, ha pedig igazán tetszett, akkor küldj el az ismerőseinek is. Köszönjük szépen a figyelmet, viszont hallásra!